Ha egy órát kell beszélnem a témáról, akkor már ma megtartom az előadást. Viszont, hogyha össze kell foglalnom néhány percben, akkor kérek néhány hét felkészülést. Mark Twain. Valahogy így állt ehhez a dologhoz. Most amúgy hétvége van, és nagyon korán reggel kijöttünk tesztelni a gépet, meg fotózgatni kicsit egy ilyen titkos kis horgásztóra. Ma a prezentálásról lesz szó, és hogyha nem láttad a tegnapi vlogot, ami a pitchről szólt, ide kattintva nézd meg, talán érdemes azzal kezdeni. Ma átvesszük a prezentálásnak a lépéseit. Kutatás, információgyűjtés, rendszerezés. Hogyha ott vagy a startvonalnál, akkor az első lépés az az, hogy el kell döntened, hogy mennyi infót adsz át. Mint én itt a vlogban, vagy amikor egy előadást tartok, nyilván most a könyvemnek az egyes fejezeteit dolgozom fel, de ez nem azt jelenti, hogy felolvasom, meg mindent átadok, tehát tudni kell, hogy mi az a mennyiség. Az intro után fogok tolni egy jó kis krimi bíról, de még bevezető gondolatok. Szóval, ha jól megtervezed magát a prezentáció készítést, akkor rengeteg időt spórolhatsz meg, és még az egész folyamat sokkal élvezetesebb is lesz. Sziasztok! Engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornát méretében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG kiadásában, Válj valóra. Én márka a hatékonyságnövelés és lifehack-ek a téma. A like gomb alatt a leírásban már mindent megtalálhatsz, konkrétan az is lehet, hogy bemész egy könyvesboltba, megveszed, de nálam tudod a legolcsóban és még dedikáltan is megvenni. Ahogy mondtam, a prezentálásról van szó. Jöjjön az intro, egy kis krimi bíról erről a gyönyörű helyről, ahol vagyunk. Kezdjük el! Gyönyörű a hely. És hogy tetszik maga a minőség, meg ilyesmi, ugye most ezt már az új A7S3-mal videóztam, kommentbe írd le, hogyha érdekelnek az ilyen dolgok. Rendszerezés nélkül nem jön át az üzenet. Az évek során be kellett látnom, hogy baromi könnyen elvesztem a fókuszt. Szüleim a megmondhatója annak, hogy gyerekkoromban mennyire akartam mindenfélét csinálni, így voltam a legózással is, rengeteget legóztam, de egyszerre akartam űrhajót építeni, miközben egy cowboy farmot és házat, meg mindent, és mindent egybe raktam. Ez így nem feltétlen a legjobb módszer, vagy legalábbis nagyon avantgárd. A képzeletemnek persze nagyon jót tett ez az avantgárd dolog, de a végeredménynek nem. És pontosan így van ez a prezentálással is. Ezt először a TEDxUS-on tapasztaltam meg. Pontosabban egészen odáig, addig a pontig nem teljesen értettem ezt a témát. Tehát így tartottam előadásokat, bár nagyon izgultam, de a lényeg, hogy át tudtam adni amit szerettem volna meg az üzenetet, de nagyjából ez volt a reakció, hogy jó, értem, elmondta a srác, de mi a fő üzenet, mi a lényege annak, amit mond, és ez engem baromira zavart, hogy nem tudtam egy jó sztoriba csomagolva a közönség számára megfelelő módon átadni azt, amit én meg belül tökre éreztem, és ezen változtatni akartam. Ha az átadni kívánt információk nincsenek rendezve, akkor sokkal nehezebb az agynak befogadni mindezt. Persze akkor jön a kérdés, hogy kell ezt csinálni? Az elején érdemes minden információt, gondolatot összeszedni, egyféle káoszt teremteni, és ez lesz a rendszer a káoszba. Majd utána gondold végig, hogy mi a fő üzenet, amit át szeretnél adni, ami köré mindent építeni szeretnél, ahogy lehámozod a dolgokat a káoszból, és tisztán látod, hogy ha egy dolog marad meg,
akkor azt szeretném, hogy ez legyen. Majd, ahogy megvan ez a vezérfonal, szedd össze azokat az alátámasztó pontokat, statisztikákat, történeteket, bármit, ami ezt a fő üzenetet erősíti. És így tudod felépíteni az egészet, amelyhez egy nagyon jó hack az üzenettérkép technika. Az üzenettérkép technikánál a legfontosabb a kommunikációd miértje. Szedd össze azt az legfontosabb dolgot, üzenetet, amit át szeretnél adni. Hogyha megvan az, hogy amit mindenféleképpen elengedhetetlenül szeretnéd, hogy hazavigyen a közönség, akkor utána gondold végig, hogy mik azok a tulajdonságok, hasznok, amik ehhez kapcsolódóak. Ez egy külön mondatok, tehát még egyáltalán nem is kell, hogy összekapcsolódjon a fejedbe, csak tudd azt, hogy megvan a főzenet, írd le egy olyan tweet hosszúságba, tehát olyan 140 karakterbe, majd ahogy végig gondolod, hogy milyen hasznok, tulajdonságok kapcsolódnak hozzá, ezek megint így különálló kis egységek, és ezekben meg azt nézd meg, hogy milyen statisztika, példa, történetek tartozhatnak hozzá, amivel külön-külön ezek a kis tulajdonságok, hasznok megállják a helyüket. Amikor összeszedtél ebből, attól függ, hogy milyen hosszú a prezentáció, egy 10 perces, 20 perces prezentáció, mondjuk 3-5 ilyen kis sztorit, utána fabrikálj belőle egy mondatot, és akkor megvan a főzenet, megvannak az alátámasztó tulajdonságok, és nagyjából már kés a prezentációd váza. Hozok erre egy példát magamra nézve, ahogy most brandingelem, pozícionálom magam. Szántó Péter díjnyertes hatékonyságnövelési, üzleti és márka stratégiákat alkot, amely lényegesen megkönnyíti az ügyfeleinek a sikerhez vezető útját. Ez 140 karakterbe belefér, és nagyon könnyen lehet pitchelni, elmondhatják rólam, és akkor ehhez tartozik ugye három tulajdonság. Gyakorlatias, eredményorientált és egyedi. Na, hogyha ezek megvannak, így nyilakkal összekötöm az előző mondathoz, és akkor vegyük végig, hogy mi ez a három dolog, ugye? Hogyha van annyi idő, akkor ki lehet fejteni. Tehát az első, hogy gyakorlatiasnak tartom magam, hiszen nem az elméletre fókuszálok, hanem mindig konkrét példákon, eseteken keresztül, adattal alátámasztva találom ki az adott stratégiát, és dolgozok együtt a partnerekkel. Ezáltal nem csak egyből egy produktomot kapunk, de itt jön be az eredményorientáltság is, hogy mindig az adott ügyfelemnek az üzleti céljai és a kialakult versenyhelyzethez képest alakítom azt ki, KPI-okkal mérem, itt megint bejönnek az adatok, hogy úgy alakuljon ki minden, ahol elégedett mondjuk egy fogyasztó, az én ügyfelem is, hiszen ha a fogyasztó boldog, az ügyfél is eléri az üzleti céljait, és nekem is van munkám. A harmadik pedig, egyedi, mert a konzultáció, a workshop az mindig az egyedi igényekhez van szabva, nem egy ilyen betanult, külföldről megvásárolt ilyen tréninganyagot adok le, hanem mindig azt nézem meg, hogy az adott partnernek mi a legjobb, hogy kell neki ezt csinálni. Plusz kombinálom a tapasztalati kategóriáimat, ugye ez a kategória törvénye, ide kattintva amúgy megnézheted, erről már van egy blog. Ugye ez az én esetemben a digitális stratégia, a storytelling és a videózás. És ezzel egy ilyen svájci bicskaként, egy szemléletváltással mindenkinek egy olyan egyedi dolgot tudok hozni, és ezért gondolom nekem ez egy fontos tulajdonság, amit egy prezentációval mondjuk átadok, amit máshol mondjuk sok ügynökséggel, sok emberrel kaphat meg, nyilván így nem skálázhatom magam, de akivel dolgozom, ő neki teljesen a figyelmemet szentelem. Ez belefér 15 másodpercbe, és hogyha meg kifejted azokat a tapasztalati pontokat, akkor 30 másodpercbe vagy hosszabban is lehet róla beszélni. Nos, hát ezek voltak a gondolatok, menjünk a szokásos helyszínre, a lifehack-ekre. Haza is értem, hát jó hideg volt, de olyan jó fejek a srácok, akikkel elmentünk fotózni, még egy ilyen titkos helyszínen voltunk, de most beszéljünk a lifehack-ekről, azon belül is, hogy néhány tipp a prezentációhoz. Az első és legfontosabb, hogy ne kezdj el egyből beszélni. Menj ki a színpadra, állj meg, vegyél egy mély levegőt, nézz körbe, teremts szemkontaktust, és amikor érzed azt, hogy ugyanott vagytok kvázi, és rád figyelnek, akkor kezdj el beszélni.
Persze ezt nem kell ilyen nagyon komolyan venni, az is lehet, hogy kezdésnek bedobsz valamilyen odaillő poént, vagy vicces dolgot. Simán lehet ezzel megteremteni egyrészt a kapcsolatot a közönséggel, meg nyilván valahol oldani is azt a akár benned lévő feszültséget, ami a prezentációhoz köthető. Mindig azért adj elő, hogy valamit adj, és nem azért, mert valamit akarsz, vagy valamit elvennél. Mindig is utáltam azokat az előadókat, előadásokat, konferenciákon, ahol ahogy megszólalt, már lehetett érezni, hogy ebben valami sales van, ez mindig izzadság és erőltetett szagú. Adjál, ne elvegyél. Kerüld a hirtelen mozdulatokat. Szinte ilyen mátrixos, lassításos feelinggel beszélj, lépkedj a színpadon. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy nagyon lassúak a mozdulatok, és amúgy a hétköznapokban meg sokkal gyorsabban is beszélnél, de lassú mozdulatok, és beszélj lassabban. Csak nézd meg Google, YouTube, például egy Steve Jobs-os előadás, vagy egy Simon Sinek, nézd meg, lassan beszélnek. Ha pedig ideges vagy, azt formáld át egy izgalommá, izgatottsággá, ne feszülj rá, hanem add át, hogy te most mennyire örülsz, hogy ott vagy, és mennyire izgalmas éppen az, amit csinálsz. Ne foglalkozz a negatív emberekkel. Ha valaki ásít, beszélget, a telefonját nyomkodja, ne ráfókuszálj. Teremts szemkontaktust azokkal, akik rád figyelnek, és csak ők a te célcsoportod. Legyél a közönségeddel, rád figyeljenek, ne a mögötted lévő diasorra. Ezt azzal is elérheted, hogyha mesélsz történeteket. Lásd például az előző vlog, ide kattintva megnézheted. A történetek, ha jól vannak megfogalmazva, ha jól van a dramaturgia összerakva, és természetesen megfelelő módon van előadva, akkor nagyon ki tudja építeni azt a kapcsolatot, amit szeretnél, és a figyelmet is meg fogod kapni. Ne mondj semmi fontosat addig, amíg nincs meg a kapcsolatod a közönséggel. Várj! Várj egészen addig, amíg nem kapod meg azt a figyelmet, amit szeretnél. Csak várj! Ahogy most én is várok, mert egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani így a végére. Ez pedig a hollywoodi sztori csavar. Mindent érdemes úgy felépíteni, hogy ugye adott egy hős, mint a legtöbb ilyen hollywoodi filmben, egy hős, aki valamilyen veszélyben, bizonytalanságban, kalandban van benne, ami alatt egy időnyomás is van, és hogyha azt a dolgot nem tudja megoldani, ha a dzsungelből nem menekül ki egy bizonyos idő alatt, akkor óriási nagy probléma lesz. Mindig próbálj valamilyen ilyesmi narratívát csinálni. És amíg nincs meg az a kötelék, addig ne üsd le a csattanót. Várj, csigázz, mint egy jó hollywoodi film. Ebből az egészből nyilván az is át fog jönni, hogy miért most kell, hogy meghallgassanak, miért most izgalmas, lehet, hogy egy érzelem, egy időtöltés, vagy egy ugyanúgy idő alatt rendelkezésre álló valamit fogsz nekik átadni, amit fontos, hogy most tudjanak meg, de ehhez át kell adnod, hogy miért most hallgassák meg, miért nem ér ez rá, kvázi egy ilyen urgency, tehát sürgősségi érzést át kell adni. Ennyi volt a mai vlog, hogyha végignézted, nagyon szépen köszönöm, és hogyha most találkoztunk először, és még nem vagy feliratkozva, akkor nyomj a feliratkozás gombra, és mellette a csengőt is nyomd be, hogy ne maradj le a következő tartalmakról. Például holnap arról beszélünk, hogy miért és mikor érdemes csendbe maradni. Amúgy a lájgomb alatt a leírásban megtalálható a könyvemnek a linkje, vajvalora.hu, amúgy bármelyik könyvesboltba is meg lehet venni, de tőlem a legolcsóbb, sőt még dedikálom, és Pesten szívesen összefutok veled, és van amúgy egy nagyon jó deal is, azt megláthatod a honlapon. Tartoznak ehhez online képzések és personal branding, hatékonyságnövelés, ez is a lájgomb alatt ott van. Remélem, hogy még találkozunk, sőt, ha olyannak érzed ezt a tartalmat, kérlek, küldd el valakinek, vagy oszd meg, ezzel sokat segítesz nekem és támogatsz. Köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok!